1848-ban a magyar nemzet a szabadság zászlóvívője lett. A márciusi ifjak nem csak felelős kormány, a cenzúra eltörlését és a törvény előtti egyenlőséget követelték, de arra is vágytak, hogy végre olyan Európában élhessenek, amelynek nemzetei együtt, egymás mellett, nem pedig egymás romjain akarnak emelkedni. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének köszöntőjét tolmácsolta a jelenlévőknek Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat ezen a mai csendes koszorúzáson. Köszönöm, hogy a diákok is itt vannak velünk, a fiatalok, hiszen főként nekik szólnak ezek a megemlékezések. A KMKS kezdeményezésére a főkonzulátus munkatársai, a városi és a járási magyarság képviselői Ungváron Petőfi Sándor szobra előtt csendes főhajtással emlékeztek meg az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték a tiszteletkoszorúit a forradalmár költő szobránál. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség minden évben megemlékezik a nemzeti ünnepekről, így március 15-éről is, hiszen a magyar nemzet akkor formálódik 1848-ban, és számunkra a határon túl nyelvterületen élő magyar nemzetrészek számára különösen fontosak ezek az alkalmak. Sajnos az elmúlt évek kevésbé adtak lehetőséget arra, hogy méltóképpen megemlékezzünk itt Kárpátalján március 15-ére. De azt gondolom, ha szűk körben is nagyon fontos, hogy a kárpátaljai magyarság vezetői, civil és társadalmi szervezetei összejöjjenek és szimbolikusan elhelyezzék az összetartozás koszorúit itt, például Ungváron a Petőfi emlékműnél.